óriási élmény volt, és nagyon jól vizsgázott szerintem a Nemzeti Lovarda is, nagyon jól vizsgáztak a szervezők, és nagyon jól vizsgáztak a lovasok. Mindenki mehet a megérdemelt szabadságára, azt gondolom, hogy egy nagyon jó szezonzáró volt, és januárban kezdődik egy új évad, új versenyekkel, és újra itt a Nemzeti Lovarda, mint egy új helyszín, rengeteg nemzetközi versennyel 2018-ban, és én azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon jó megjelenése volt, egy nagyon jó promóciója volt ez a magyar díjugratásnak. Én kicsit kettős szerepben vagyok, mert ugye a lányom is indult a versenyen Bronze Tourba, Silver Tourba, egyrészt szülőként, aki évek óta végaggódja a versenyt, másrészt pedig a lovasszövetség részéről. Ez a kettős érzés volt benne, de fantasztikus volt, és én mindenkinek azt szeretném kívánni szülőként is, nézőként is, hogy jöjjenek el és éljék át ezt az élményt, mert a szerintem a világ egyik legszebb sportja, és az mellett, hogy szép, nagyon nehéz, és még egyszer mondom, ez egy nagyon remek hírverése volt a magyar díjugrató sportnak a mai nap.